Én minden alkalommal panaszkodok, hogy a kriptonáltal nincs elég matek, úgyhogy most bepótolom az összeset. És tehát, hogy a téma, amiről én ma fogok beszélni, az az Attribute Based Credentials, ami a 80-as évek cypherpunkjainak a álmából nőtt ki valahogy. Az ő álmuk nem pont ez volt, hanem az anonym cache. Szerintem az még mindig nem sikerült teljesen, de vannak olyanok, akik Bitcoinba hisznek, én kevésbé. De szóval, hogy azért ezeknek a srácoknak valamennyire ez sikerült. Tehát, ha megnézzük a későbbi ilyen cégeket, amik ezeken részben alapultak, és azok ellen milyen ellenhatások jöttek létre az ipar és az állam és a bankszektor részéről, akkor láthatjuk, hogy ezek valószínűleg az elég sikeres kis dolgok lehettek volna. Szóval, hogy ez a dolog, ez anno a 80-as években az öreg David Chaum munkásságával kezdődött, akinek a szeminális munkája az a Security Without Identification, Transaction Systems to Make Big Brother Obsolete. Tehát ez így 85-ben, egy évvel 84 után időszerű, és hát ezek a srácok elég sokat foglalkoztak ebben a témával, és zseniális dolgokat találtak ki. Ezt ő folytatta, később még, illetve hát még korábban egyébként 80, hogy miért rosszul a sorrend, de jó. Tehát itt láthatjuk a Blind Signatures for Untraceable Payments, itt láthatjuk, hogy itt az eredeti célja az egésznek, az tényleg az anonim fizetés volt, és nem az anonim azonosítási eszközök, vagy akármire, nem is azonosítás attribút asszersenek. Ennek a David Chaumnak volt egy tanulója, az a Stefan Brandt, aki folytatta David Chaumnak a munkáját, és ő 93-95-ben hozta nyilvánosságra az ő PhD disszertációjában a munkáját, az a Rethinking Public Key Infrastructures and Digital Certificates. Itt már látszik az, hogy annyira nem fókusz a payment, de még mindig meg lehet csinálni, sőt egyébként a paperjében ezt szépen le is írja. És hosszú ideig ez egy eléggé önálló munka volt, és sokan elkezdték ezt kutatni, és a mások is, ugye a Damgaard is foglalkozott a témával, és egy csomó más neves kutató is, aki esetleg ezekkel foglalkozik, ott egy csomó ismerős név visszaköszön, tehát Shoup-tól kezdve, Kramer, Shoup, mindenféle egyéb ilyen nevek tűnnek itt föl ennél a téma kapcsán. De vannak hiányosságai ennek a rendszernek, ezekre majd idővel ki fogok térni. És az IBM-nél, ez a Jan Kamenich és Anna Lisanskaya, ők ezt egy kicsit tovább gondolták, és nyilván az IBM-nek az üzleti politikájával és az ügyfeleinek az igényeihez illeszkedően próbáltak olyan rendszert építeni, ami mondjuk például a Brandt-féle még cypherpunkos, libertariánusos, decentralizált közeget egy kicsit centralizálja, és egy kicsit eladhatóbbá teszi ilyen nagy szervezetek számára. Ettől függetlenül annyira nincs még elrontva ez a rendszer. De még a történelmhez hozzátartozik, hogy Stefan Brandt az ő munkáját azt egy cégbe vitte, az a cég neve az volt, hogy Credentica. Ezt az a cég az szabadalmaztatta is a munkáit, ugye saját maga igazából. Ezt megvette 2000-es évek elején a Microsoft. És az FP7-es programban, amit Áron is mutatott, az ABC for Trust, viszont ott konzortiumi tag a Microsoft, a Uprove nevű termékevel, és az Európai Uniós kutatási projektben szerencsére ebben az esetben a Microsoft úgy döntött, hogy a terméket hozzáférhetővé teszi Apache 2 licenz alatt, hozzá az Open Specification Promise kiegészítésével. Tegnap konzultáltam jogászokkal. Ez az Open Specification Promise erre nincs szükség valójában, de kiterjeszti más szabadalmakra is a felhasználójának a szabad mozgási körét igazából. De sajnos, ez most a tegnapi jogászokkal való kommunikáció után derült ki számomra, ez a licenz, ez csak a termékre vonatkozik.
Tehát, hogyha én magam akarom ezt implementálni, akkor az rám nem vonatkozik a szabadalmak alóli felmentés. Ilyen elég nagy szomorúságot okozott bennem. De ennél sokkal rosszabbul is lehet, mert az IBM-nek olyan licence van, amire az ügyvéd barátom csak annyit mondott, hogy nem is tudom most hirtelen idézni. Hell of a commercial license, vagy valami ilyesmi. Szóval, hogy itt semmit nem lehet csinálni, nem lehet reverse engineering-elni semmit, tehát gyakorlatilag egy tök proprietary license-ről van szó. Az embernek igazából nincs kedve hozzányúlni, ha csak nem dolgozik az IBM-nél szerintem. Úgyhogy ez szörnyű, és egy FP7-es projektben egyébként tök dicséretesen az összes cucc, ami kifejlesztésre került, az mind ilyen szabad szoftveres licenc alatt került nyilvánosságra, de a két Crypto Engine az olyan gyönyörű vendor lock-int valósít meg FP7-en keresztül, hogy én meg fogok kérdezni a bizottságtól az ügyben. Már készítjük az ügyvédekkel a kérdéseket. Szabadalmakról még visszatérnék, tehát hogy ugye az IBM-nél dolgozik Jan Kamen is, a licenszkályos nem, ő kutató, és hát így rákerestem, hogy milyen szabadalmak vannak. Minden szét szabadalmaztatott, tehát így ezt még nem akarja az ember használni, főleg nem az IBM félét, a Microsoft félét sem, de ott hamarabb fognak lejárni a szabadalmak szerencsére, de hát sok olyan szabadalom van, ami ugye kiterjed további dolgokra, tehát például a Brands félében ki fogok térni, ők nem tudnak revokálni credentialokat, illetve később tudnak, de az nyilván szabadalmaztatva van. És akkor emiatt az a szabadalom ugye egy kicsit később jár le, és akkor a rendszered nem fog teljes lenni, hogyha mondjuk azt kell adnod, hogy revokálhatóak is legyenek a credentialek. Úgyhogy ez szomorú, de térjünk át, hogy mire jó ez az egész, úgyhogy itt a klasszikus példasor, hogy mire lehet ezt használni, bemutatni azt, hogy bizonyos attribútumok érvényesek rám. Itt a klasszikusok, hogy a cigarettát akarok venni a boltba, és nem akarom megmutatni az eladónak mondjuk a nevemet, mert különleges a nevem, mert tudom én, vagy valami ilyesmi, vagy ami volt egy nagyon érdekes példa, valamelyik paperben, amit olvastam, arra hivatkoztak, hogy a bárban igazolni kellett a korodat, hogy kiszolgáljanak alkohollal, és a pincérek az érdekesebb leányzóknak az adatait megjegyezték az igazolványról, és később elkezdték őket stalkolni. És abban az esetben egy ilyen rendszer, ahol csak azt mondja meg, hogy idősebb vagyok, mint 18, és ezt meg is csinálták karszalagokkal, meg ilyesmi, és utána az, na mindegy. Szóval egy kriptó nélkül is meg lehet oldani, de kriptóval is meg lehet oldani, és ezt szeretném most megmutatni. Gyakorlatilag arról van szó, és azt hiszem most már nem még. Miket várunk el? Oké, akkor ezt... Nem. Milyen proofokat? Ja igen, hogy az attribútumokra milyen dolgokat tudok bebizonyítani. Tehát ugye arra van szó, hogy lehetséges az, hogy van egy olyan attribútumom, amiről azt akarom bebizonyítani, hogy magyar vagyok például, és akkor ez az equality típusú proof, amire szükségem van, mert be kell bizonyítani, hogy a magyar az egyenlő ennek az attribútumnak az értékével, amit most nem mutatok meg neked. De hogyha megcsinálod ezt a kriptográfiai Zero Knowledge protokollt, akkor ki fog derülni, hogy tényleg az van ott. A többiről semmi nem fog kiderülni. Az inequality az nyilván azt fogja bizonyítani, hogy mondjuk idősebb vagyok egy bizonyos kornál, vagy fiatalabb vagyok egy bizonyos kornál, vagy valami ilyesmi, tehát ezek ilyen összehasonlítások. A set membership az nyilván része vagyok valamilyen halmaznak, vagy nem, anélkül, hogy egyébként bármilyen más információt kiadnék magamról, mint hogy azt, hogy része vagyok a halmaznak, vagy nem. A harmadik, vagyis ez a negyedik pseudonym és a verifiable encryption, ez meg az IBM Kamenish féle rendszerben él csak. Ők egyébként ez rendkívül érdekes, amit Aaron is említett, hogy ezek a tokenek igazából ezek soft token, tehát lopható, kölcsönadható, vagy ilyesmi, és ezekben az attribute-based credential rendszerekben ezeket úgy hívják, hogy lending protection. Tehát itt az egyik legfontosabb cél, hogyha van egy ilyen credentialod, akkor azt ne tud kölcsönadni senkinek, vagy odaadni, és erre mindenféle deterrenseket kell találni. És az eredeti deterrens az volt, hogy belekódolunk olyan attribútumokat, amiket soha nem akarsz nyilvánosságra hozni. A belekódolás azt jelenti, hogy amikor bemutatod a credentialt, akkor ezt mindig elblindolod.
De ebből benne van implicita az is, hogy blindolni kell, tehát nem blinded módon van meg nálad a credential eleve. Tehát ez azt jelenti, hogyha ilyen kompromát jellegű információkat tartunk a credentialedben, amit ahhoz, hogy valaki felé verifyold magad, neked el kell blindolni, amit nem akarsz mutatni, akkor az azt jelenti, hogy ezt a credentialt valakinek kölcsönadod, ő mind látni fogja az összes kompromát információdat, és ez az egyik ilyen deterrens, hogy miért nem tudja az ember kölcsönadni az ilyen credentialjét. Ez az eredeti. Az IDEMX-es, Kamenis-es rendszerben egy kicsit centralizált elemet vezettek be, ez a centralizált elem, ez egy központi user server. Tök unalmas. Ott van egy user accountod névvel, public key-jel, secret key-jel, és a trükk az, hogy az összes szervezet, ahol credentialekkel bármit csinálsz, tehát ez egy a rendszeren igazából kívül lévő entitás, az összes interakciódban a szerver, a user szervereden van egy secret key, amit minden egyes requestbe belekódolsz, és valamilyen visszaélés esetén ez a kulcs rekoverálható, és az összes rendszerben az anonimitásodat elveszíted. És azért ez is egy tök deterrens. Tehát, hogyha egy sok credentialt létrehozol, de mindegyikben ugyanaz az egy azonosságod van, és az az egy kulcsod, és hogyha valami visszaélés van, akkor az összes rendszerből azonnal kibuksz. Ez szerintem egy egész egész jó rendszer, megoldás a dologra, a probléma a centralizáltságával van. De, tehát ilyen, ugye double spendingnél, vagy hasonló ilyen kétszer felhasználású tiketeknél, tehát képzeljünk csak egy, ugye a klasszikus példa az anonim buszjegy, kétszert nem akarjuk elkölteni, vagyis mi igen, de a BKV nem. Tehát, hogy ott is van valamilyen központi elem, ami aztán összeveti, hogy igen, ez kétszer lett elköltve, és mivel kétszer lett elköltve, van elegendő információnk ahhoz, hogy rekoveráljuk a központi szervernél letétbe helyezett azonosságodat, és az összes rendszerből ki fogsz bukni. Azért ez egy tök jó kis... Nem szeretném. Igen, jogos a kérdés, lesznek más ilyen felvetések is. Attribute proofs. De milyen más elvárásaink vannak? Az egyik az, hogy hamisíthatatlan legyen egy ilyen credential, tehát nem tudok én egy olyat csinálni, hogy a BKV azt mondja, hogy egész évre tudok vele menni. Unlinkable. Ez azt jelenti, hogy a credential-ök bemutatását nem lehet összekötni, tehát hogyha valahol bemutatom a credential-t, és utána egy másik helyen is, a kettőt nem lehet összelinkelni, de még akkor sem lehet összelinkelni, hogyha kétszer ugyanaz a helyen használok egy credential-t, még azt sem lehet összelinkelni, csak annyit fog tudni a verifier, hogy itt valaki azt bizonyította számomra, hogy egy bizonyos attribútum igaz vagy nem igaz. Egy probléma van, a Brands-féle rendszer a Natur-ban sajnos linkeval, tehát hogyha egy verifiernél kétszer használ ugyanazt a credentialt, akkor ő azt tudni fogja, hogy ez ugyanattól a user-től van. Ezt nyilván meg lehet avval kerülni, hogy több credentialt, igazából nem credentialt kell szereznünk, hanem a CA-tól több aláírás kell szereznünk ugyanarra a credentialra, és akkor mindig más aláírás mutatunk be, és akkor ez is már unlinkable. De ez nem annyira vészes. Tehát ott is meg lehet csinálni, a Kamenis-féle rendszer megoldja ezt Natur-ból, és sokkal elegánsabban egyébként. A revocable az megint csak egy ilyen, hasznos feature állítólag, nem vagyok benne teljesen biztos, de a Brands-féle rendszerben ez nincs benne, illetve utólag belehegeztették, de két napja kijött egy paper az EICRN, hogy azt most inkább felejtsétek el és kezdjétek újra, úgyhogy arra van egy törés, arra, amit ráhegeztettek revocation rendszerre, a Kamenis-féle rendszerben ez elég stabilan működik. És hát a non-transferable-re mondtam már a két példát, hogy milyen deterrensek vannak arra, hogy kölcsönadjunk ilyen. Hogy mi a NEMScope, amit a tisztelt kolléga is említett, a tárolás, a TLS, meg az egyéb ilyen, hogyan visszük oda az adatokat,
az nem része, tehát hogyha akarja titkosított, javasolt egyébként. A tárolása sem szkópja, nyilván ezt utána a smart kártyákkal vagy egyéb módon oldod meg. Ez az untraceability-t ezt említettem, és hát a side channel, tehát lehet anonim a buszjegyed, de ott vannak a CCTV kamerák körbe mindenhol, meg amikor mondjuk akarsz egy ilyen kredenselt szerezni, akkor lehet, hogy be kell mutatni a személyi igazolványodat, vagy ilyesmit, tehát lehet, hogy az issuer felé azért nem tudod ezt fenntartani, ezt az anonimitást, de lehet, hogy sok esetben nem is cél ez egyébként. Úgyhogy kb. Ez a nem szkópja a dolognak, mint általában. Szóval, hogy már említettem, hogy milyen szerepek vannak, de azért szögezzük le még egyszer. Igazából két fázisa van a protokollnak. Az első fázisban, amikor a recipient az issuertől kér egy credentialt, tehát amikor egy hitelesített attribútum assertiont odaadsz egy issuernek, és ő azt mondja, igen, ez fasza, aláírja, és utána ezt használhatod. Ennek vannak ugye bizonyos követelménye, ugye untraceable, unlinkable, meg ilyesmi. Úgyhogy erre itt oda kell figyelni, ezt majd mindjárt kitérek rá. És van a második fázis, amikor megkapott credentialodat, elkezded használni, és mindenféle verifierek felé bizonyítod magad, hogy már pedig ez a bizonyos attribútum rád érvényes, vagy nem érvényes. Úgyhogy ez a két fázis van, de először is nevezhetjük setup fázisnak, másodjában pedig a normális használati fázis. Nagyon leegyszerűsítve nyilván, most nagyon lemegyek a... Tehát most már itt az ideje néhány egyenletnek. Mondtam. Ez még csak kezdés, tehát itt még csak azt mutatom be, hogy egy attribútum az gyakorlatilag hogy néz ki. Számokkal ábrázoljuk még hozzá ilyen RSA jellegű nagy big numokkal, vagy diszkrét logaritmussal is lehet ugyanezt művelni. Tehát azok ilyen javasoltan ugye legalább 2048 bitesek, és ettől függően már nagyjából meg is lehet határozni, tehát az attribútumoknak a mérete is kb. Ebbe kell, hogy beleférjen, tehát inteket simán bele tudunk kódolni, enumokat simán bele tudunk kódolni, és hát rövidebb stringeket verbatim módon bele tudunk írni az attribútumokba, tehát mit tudom, a British mail, meg ilyen hülyeségeket simán bele tudjuk, akár így is, akár enumként is. Ezek az alfa, ugye a szokásos jelölés módszer mellett megmaradva, a görög betűkkel azokat az értékeket jelölem, amik nem kerülnek nyilvánosságra, tehát titkok. Az attribútumok is titkok, de nyilván helyenként nyilvánosságra hozunk belőle részeket, tehát nem a görög betűvel van jelölve. Ez pedig mondhatni a publikus kulcsa az attribútumaidnak, ahol G1-től GN-ig, ez egy generál, hatványozzuk X, tehát az összes attribútumot egy-egy megfelelő hatványra emelünk, és beszorozzuk még valami H0 értékkel, ez mindjárt ki fog derülni minden, hogy mi az a G és mi az a H0, és itt látjuk az alfát újra felhasználva, tehát az egész, az összes attribútumunkat még egyszer alfával elblindoljuk, alfát blinding faktornak hívjuk ebben az esetben. Az attribútumoknál alfákkal még fogunk találkozni, és minden esetben blinding faktorként fognak működni. Szóval ez az, amit titokban akarsz tartani. Ezek az attribútumaid. Ezekből néha valamit nyilvánosságra akarsz hozni, vagy valamit akarsz róluk bizonyítani. Például az, hogy az első és a második attribútumod összege nagyobb vagy bizonyos számnál. Ilyet is lehet. De szóval, hogy erre azért vigyázni akarsz, és mindenféle dolgokat lehet belekódolni. Ez a dolog, ez az, amit nyilvánosságra fogsz hozni, és ez az a dolog, amit az issuer neked alá fog írni, valamilyen trükkös módon, úgyhogy az issuer sem tud téged linkelni senkivel. Úgyhogy ennyi egy attribútum. Vagy az attribútum része a credentialnek. Következő. Most nézzük meg, hogy a CA, és itt látni fogjuk, hogy innen honnan jönnek a dolgok, itt látjuk a GI-ket, hogyan generálódnak. A CA is generál pontosan ugyanannyi saját titkot, ezek számok, egész számok,
Ja, itt hívom is. Y. Ezek ez gyakorlatilag ahány attribútumot akarsz kezelni, vagy akár, tehát ez gyakorlatilag egyedi, minden attribútum struktúrára egyszer egy CA legelenerál. Ez a titkos kulcsa az adott credential struktúrának. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy van egy CA, aki mondjuk olyan attribútumokat kezel abban a sorrendben, hogy név, kor, lakcím, mit tudom én, akkor ez 4 y-t fog generálni, és még egy x0-t, mert 4 attribútumot fog kezelni, és akkor ez lesz a 4 attribútumos credentialnek a titkos kulcsa. Ezt ő titokban fogja tartani. Itt van egy x0, ami egy gyakorlatilag blinding faktorként működik itt, de nem tudom, miért nem jelöltem. Na mindegy, majd erre még visszatérünk, mert szerintem ez még nyilvánosságra fog kerülni. És GI, ugye ez a publikus komponensei. Tehát hogyha megnézzük ezt akár, úgy is nézhetjük, hogyha csak egy, akkor ez egy ilyen egyszerűbb Diffie-Hellmannak is beférne, hogyha itt cserélgetünk néhány ide-oda, és akkor akármi. Tehát ez így egy elég szokásos. És a H0-t azt is említettem, ugye ez a G0-ból generálódik az X0 hatványra emelésével. És hát ezek így a CA-nak ugye a generált publikus paraméterei. Nyilván itt vannak még ilyenek, hogy mi a hash függvény, mert fogunk használni hash függvényt, ezt nyilván paraméterként érdemes még definiálni, és vannak még apróbb ilyen technikai dolgok, amiket az ember akar definiálni, de igazából a matekhoz ennyiből van elég. Látszik ez? Remélem. Szóval, hogy az issuing, tehát amikor Alice oda megy a CA-hoz, és azt mondja, hogy adjál nekem egy credential-t, akkor itt hiányzik az első lépés, mert hogy levágtam, hogy kiférjen a screenshot, de úgy látszik így is kicsi. Tehát itt az első lépésben Alice, ez a normal issuing, Alice elküldi plain textben az összes attribútumát alfa nélkül. Tehát alfát azt soha nem hozza nyilvánosságra, azért görög betű. De az issuernek ebben az esetben elküldi az összes attribútumát sajnos plain textben, látni fogjuk, hogy miért. És ez a lépés itt hiányzik, de tehát különben a CA honnan tudná, hogy kell Alice-nek valamit küldeni, nyilván, mert mit csinál a CA? Az generál magának egy titkot, és ezt a G0 hatványára emeli, ugye ez egy ilyen klasszikus, amit így ebben a fajta kriptográfiában, public key kriptográfiában elég gyakran látunk, és Alice pedig közben ugye legenerálja alfa 1-et, ez ugyanaz az alfa, mint amit az elején bevezettem, amivel elblindolja az attribútumait, és generál még egy alfa 2-ig, meg egy alfa 3-at, ez két további blinding faktor. Itt még egyszer ez H, tehát ezt már az előbbi fólián bemutattam, ez a nyilvánosságra hozott, digitálisan aláírt reprezentációja az attribútumoknak. És itt jön a trükkös rész, kiszámolja C vesző nullát, amit itt is láthatunk még egyszer, ami azért trükkös, mert itt azt látjuk, hogy C vesző nulla, ez a H betű, ez egy hash algoritmust akar, ennek inputként megkapja saját magát. Tehát hogyan lehet az, hogy ami itt van, tehát honnan tudjuk, hogy mi az outputja annak, ami itt bemegy. Ne? Szerencsére ezt másképp is fel lehet írni, és akkor meg tudjuk kerülni ezt a nyúl és a tojás problémáját, vagy az nem nyúl mi. Na mindegy, most volt húsvét. Szóval, hogy az egyébként a C0-t azt itt lehet látni, hogy hogyan számolja ki, nem tudom, hogy mennyire látványos, felolvashatom, bár nem biztos, hogy túl értelmes. Nem tudom, lehet ezt zoomolni, nem mi? Van erre, tudunk okulárba zoomolni? Ctrl-Shift-3. Mondta egy random zét. Nem, hogy magyarul a legyőzeten a plusz a shift 3, de... Ne. Na mindegy. Ami egyébként ebbe a lépésben nagyon fontos, és amit észre kell vennünk, az, hogy később fogjuk igazából észrevenni, hogy ugye ez a publikus reprezentációja az attribútumaidnak. És ezt nem akarjuk, hogy a CA lássa. Mert nem akarjuk, hogy linkelni tudja
az attribútum használatunkat az általa aláért. Ez a H az, amit mindenki másnak mutatunk, és nem akarunk soha megmutatni a céljának. És ezért van az, hogy itt elblándoljuk az alfa 2-vel és az alfa 3-mal ezt a H-t, amit aztán később így átküldünk, hogy itt hozzáadunk. A célja az elvégez vele egy a saját titkával, elvégez mindenféle műveletet. Ezt ki lehet bontani, és gyönyörűen ki fog jönni ez a végeredmény. Mond. Nem mondom, hogy ez egész matematikás parta, de először elküldik le intekbe az adatokat, aztán 10 másodperccel később igen. Kezdik küldeni a... De várj, igen, várj, két dolog. Tehát egyrészt ez a basic issuing protokoll, ennek valóban az az egyik problémája, hogy clear textben látja az összes attribútumot, de nyilván lehet, hogy ennek van is létjogosultsága, mert mondjuk az állam mondjuk azt mondja, hogy lakhely, cím, kor, meg ilyesmi, úgyis tudja, meg ilyesmi, tehát ebben az esetben ennek nincs sok jelentősége. Viszont ami fontos, hogy ezt soha senki más nem fogja látni, csak a céljá. Így, ebben a formában. Tehát jó, kivéve. De akkor sem fogja tudni, hogy ez a teljes credential, mert ott vannak még a blinding faktorok. Tehát soha nem tudhatod, hogy a teljes credential, az összes attribútumát látod. Tehát itt valóban megmutatod a plain textet, de a plain textet soha az életben senkinek nem mutatod máskor. Tehát a linkability-t ez nem akadályozza, vagy nem segíti, vagy nem tudom, hogy mondjam, érted? Tehát igen, csak a kettő nagyon kevés idő. Persze, ez teljesen, tehát ez egy interaktív protokoll. Ez egy interaktív protokoll, itt state-et tart meg, nézd meg, itt van egy state. Ez még rosszabb, mint ahogy te gondolod. Teljesen jogos. Kötetezem, hogy a H-t nem tudja kiszámolni. Nem. Ez a lényeg. El van blindolva a H, és később csak a H-t használod, nem a plain text attribútumaidat. És a H-t soha nem fogja látni a CL. Ezért blindolod el, és ez a lényeg ennek a bonyolultnak tűnő. A CL-nek a plain textet egyből már az attribútum helyeseket átküld, de legalább a CL se látja. A közig meg, aki tárolja a plain textben, az meg... Várd meg a következő szlájdot. Lesz erre megoldás. De nem tudom, mit tudok még erről mondani. Ami a lényeg, tehát amik így eddig láttunk publikus meg secret paramétereket, ami a lényeg, ami ennek a issuingnak a végén kijön, az kettő darab érték, ami nem más, mint a CA-nak az aláírása a te publikus reprezentációdon a credentialednek. Ez egy aláírás jellegű dolog, de nem technikailag nem az. Erre van egy szabadalom, magát a technikát úgy hívják, hogy Secret Key Certificate, és rendkívül érdekes, a papert tudom ajánlani, linkelem és majd küldöm. Egyébként, na mindegy. A lényeg az, hogy a digitális aláírása a CA-nak, az a C0 vesző érték, ami itt kiszámításra kerül, és az R vesző 0 érték, ami itt kerül kiszámításra, az R nullából, amit a CA együtt számol az issuerrel. Mindenkinek ajánlom, aki egy kicsit is izgul ezekre a dolgokra, számolja végig, egyszerűsítse le, és kurvára kijön. Nagyon állat. Szerencsére. Ha nem, akkor elég gáz lenne, és nem beszélnénk róla. Úgyhogy ez a sima issuing protokoll, és hogyha megengeditek, ez az egyszerű. A C0 vesző, az egy hash. Az egy hash. Lehet egy vektor vagy egy akár. Az egy sima, hát nem egy sima hash, mert azért vannak itt. A másik az pedig az R vesző 0 érték, amit ráad. Tehát a C0-át azt igazából az Alice számolja ki, azt nem is a... Ez az elblindolt, amit utána még ráadásul unblindol ezekben a lépésekben, trükkös módon. De az R0 vesző és C0 vesző értékek azok, az a két érték, amit a prover a végén meg akar mutatni a verifiernek, hogy nézd, aláírtam, úgyhogy ez a két érték az. Van egy olyan, hogy blind issuing, nem akarunk minden attribútumot megmutatni, simán, ilyenre is van lehetőség, kicsit bonyolultabb, több blindingra jár.
Igazából abban az esetben is lehet használni, hogyha mondjuk van egy sima issuing-gal kapott credentialed, ami mondjuk lejárt, és újra akarod hitelesítetni, és azt már lehet vakon például. Mert hogy azt mondj, tehát csak meg akarod hosszabbítani az engedélyedet, mondod. Mondjuk például, vagy az engedélyedet, tehát meg akarod hosszabbítani a hitelesedést azon az attribútumon, hogy még mindig férfi vagyok, vagy mit tudom én, tehát érted, tehát ehhez. Ezt anno elhitte nekem, most is így van. Ma már nem így megy. Jó, oké. Okay. Jó, oké. Okay. Rossz példa, de na mindegy, én még a múltban élek. Szóval hogy lehet egyrészt az, hogy újra akarod hitelesíteni a credentialedet, amit már egyszer mondjuk valaki ezért látott, és azt mondja, hogy oké. Okay. És abban az esetben, amit csinálsz, csinálsz a CA felé egy nézd, ezek a credentialeim, elhiszed? És akkor így azt mondja, így végig számolja, és azt mondja, el kell, hogy higgyem. És utána kezdődik ez a móka. Itt láthatjuk azt, hogy ugye az elején, ugye még az előző esetben csak omega nullát adtuk meg, mint ilyen titok az előző protokollban. Itt az omega nulla mellé, ugye ez az A nulla volt, ez a régi protokoll, tehát az előző sign issuing protokollban is benne volt, az omega és a G nulla, omega nulla hatványon. Viszont itt még hozzájön egy ilyen B nulla, és mert hogy ezt a saját ezt nyilván ezt az ő tudomására kell hoznunk. Ezt hol írom? Valahol le kellett volna írnom. Tehát az a lényeg, hogy nem írom ezt. Itt plusz egy adat, tehát van egy plusz publikus paraméter a CA-nak. Méghozzá az ő ez a... Hol a francban van? Na most összekeveredtem. Átugorjuk ezt, és visszatérünk hozzá később. Szóval, hogy generál, tehát itt nem küldünk el nekik, mint láthatjuk, sehol nem. Tehát az egyetlen, amit használ, az a G az x-ediken, és nem x1-et meg x2-t, tehát nem az attribútumokat magukban használjuk, hanem itt már el vannak blindolva azáltal, hogy hatványoztuk a G1-től GL-ig. És így azért is sokkal nehezebben rekoverálható, ugye ez azt jelenti, hogy diszkrét logaritmus vagy prim számtényező bontásban királyok vagyunk, és azok nem vagyunk. Itt megint látjuk, ugye ez az alfa 1, ez a klasszikus blinding faktor a publikus reprezentációnak, alfa 2, alfa 3. Ja igen, hol van? Itt van Z, ezt kerestem. Tudtam, hogy átugorjuk, meg lesz. Szóval, hogy Alice-nek tudnia kell ezt a Z-faktort, és a Z-faktor az pedig a ezt rosszul írtam, mert ez nem X1, hanem Y, 1-től Y-ennig, de mindegy, azt majd kijavítom. Szóval, hogy ugye ez a titkos, ez a publikus kulcs a CA-nak, és X0-dik hatványra van emelve, és ezt itt is felhasználjuk. És alfa 1-jel elblendoljuk a... és ezt kontributáljuk, ez sajnos a protokoll felső részében van, ami le van vágva. Tehát, hogy elvileg ez a példa, ebben a példa nincs benne. Oké. Okay. Tehát, hogy ebben az esetben az összes attribútum el van blindolva. Sajnos. Nem, pont nincs. Az összes attribútum látványos. Nem. Ja, igen. Oké, okay. Megvan. Szóval, hogy ez végül is a saját hája, ez Alice-nek, amit elküld, és ezt kontributálja bele a B0-ba az Alice még előtte. De nyilván nem kapja meg a publikus, tehát a plaintextes attribútumokat ebben az esetben.
Viszont amit lehet csinálni, és ez sajnos hiányzik ebből a példából, és szerintem a következőben igen, nincs benne, az az, hogy bizonyos attribútumokat, ezt átugrom, ezt most ebben belezavarodtam. Kérdez. Amikor egy ilyen hosszabbítási kérdés van, akkor ezt a szerver össze tudja kötni az előző eredeti? Nem. Tehát, hogyha csináltatok egy ilyen igazolványt, utána meghosszabbítatok, és elégetik az összes irattára, akkor elvileg már a szerver nem tud rólam semmit. Viszont én tudom bizonygatni az attribútumaimat. De utána, tehát nem kell leégetni semmit hozzá igazából, tehát a szerver... Tehát a... Csak akkor van gáz, hogyha a CA felé be akarod mutatni a credential-edet is, mert akkor... Nem, mert eredetileg megmutatom a papírdiplomámat, hogy tessék, nekem van ilyen. Igen. Akkor meg printekbe is lejátszok a munkát, és akkor utána én megjelenek egy ilyen bitkolbásszal, hogy ezt hosszabbítsd meg, és akkor továbbra már nincs szükség. Nincs semmi, így van. Jogosítvány most mindig hosszabbít, hogy nem viszed be már hosszabbításra, hogy te átmentél a kressz vizsgál, hanem az előző jogsidat viszed, amit annó az alapján... De arra rá van írva, hogy ki vagyok. Hát oké, de ahhoz sincs ráírva arra, hogy te átmentél a kressz vizsgán, hanem az már csak egy származtatott érték, és az alapján is jelzik, hogy meg hosszabbítjuk. Persze, ha egyszer elépül, akkor... Mondjuk ennek nincs csak valaki jelentősége, mert ugye amit információt egyszer kiadtál, azt kihagyva, és az publikus mindig örökké. Jegyezd már meg velem. Nem azt mondom, hogy ez történik. Az a baj, hogy ez egy nagyon rossz példa, mert ez ugyan a blind issuing-ra példa, csak az elblindolás pont nem mutatja be. Ezt lehet, hogy le kellett volna tesztelnem előtte valami teszt közönségem, mielőtt ezt bemutatom, ezt a fóliát. Mert hogy gyakorlatilag az hiányzik, hogy kellene bemutatnom azt, hogy hogy viszek ki két-három attribútumot a blind elé, és a többi az meg bent marad, és akkor lehet látni azt, hogy hogy tudom azt csinálni, hogy vannak attribútumok, amiket bemutatok, és hogy vannak olyan elblindolt attribútumok, és hogy jön ki abból a... Ez a gyönyörű vége egyébként, tehát a vége az stimmel, csak a példa olyan, hogy nem mutatja be azt, amit be kéne mutatni. De mindegy. A lényeg az, hogy a végén megint C0 veszőt és R0 veszőt kapjuk, és az lesz a szignatúra az elblindolt. De szígyem magam. Na mindegy. De meg tudom mutatni, és azt a végén visszatérek rá, a specifikációban ott, tehát van a, ott ezt a paperből, ezt szépen ki lehet olvasni, és meg tudom mutatni. Tételezzük fel, hogy ezt most jól elmondtam, és akkor lépjünk tovább a második fázisra, amikor megpróbálod bebizonyítani valaki számára, hogy amit most tök jól elmondtam, az hogyan használod a gyakorlatban arra, hogy bebizonyítsál magadról bizonyos attribútumokat. És az egyik ilyen alapvető művelet ebben a dologban, ez a be akarod valakinek bizonyítani, hogy valamilyen publikus kulcs fölött rendelkezel, illetve nyilván a hozzátartozó secret key felett is, úgyhogy nem akarsz róla információkat kiadni. Úgyhogy itt ebben az esetben ugye a klasszikus H, és a sign H-val jelölöm ezt az R0 vesztőt, C0 vesztőt innentől kezdve. Ez gyakorlatilag ugye a CA-nak az aláírása. És hát itt az A, az a, amit máskor ami egy H fajta jellegű valami, igazából ebben az esetben nem is értem, miért így jelöltem. Tehát igazából, ja igen, mert elblindolom a, igen, el vannak blindolva a V1-től VL-ig a publikus kulcsnak az elemei, és azt, de azt nem értem, hogy miért küldöm el. Működik a blindolás.
Erre kapunk egy C-t, és azt mondja rá, de igazából nem egy nagy kaland, de az egész protokoll arról szól, hogy azt akarjuk bemutatni, hogy van egy secret kulcsunk, akkor ezért adsz egy noncot, én azt aláírom, és megnézed a publikus kulcsommal, hogy ebből a secret key-jel lehet-e ilyen aláírni, és kész. Tehát gyakorlatilag ez a protokoll ilyen bénán leírva általam. De alul tök szépen elmagyarázom a dolgot, egyébként nem tudom, miért kell hozzá ennyi. És hogyha ezt így attribútum diszklózolásra akarja az ember használni, akkor Bob úgy érzi, hogy hú, valaki akar nekem attribútumot, akkor küldök neki egy noncot. Tehát így a verifier megérzi, hogy te akarsz nekem attribútumot mutatni, nesze itt egy nonce. A nonce az általában a saját valamilyen azonosító, meg számláló, meg ilyesmi, ezt ugye nem kell nagyon magyarázni. Generálunk megint csak egy csomó ilyen blinding faktort, ilyen omegákat, random módon ZQ-ból. Utána kiszámoljuk ezt az A-t, ami igazából a blinding faktorok és a publikus generátoroknak a kombinációja. Majd ugye a message-ből, az A-ból és a saját publikus attribútum reprezentációkból számolunk egy hash-t, ebből lesz C, és ezt a C-t, ezt az attribútumainkkal összeszorozzuk, hozzáadjuk a blinding faktort, és ezt a tömböt így, ahogy van, elküldjük mellé a publikus attribútum reprezentációt, és a CL-nek az ellen, az a két R0 vesző, C0 veszőjét, és akkor ő ezt ki tudja magának számolni, ugye a C-t azt tudja ő is, a H-t is, az A-t is, az M-et is ki tudja magának számolni, ugye az A-t megkapja, és utána ebből az egyszerű számítással ki tudja deríteni, hogyha ez a kettő stimmel, akkor kénytelen elfogadni azt az attribútumot ebben az esetben a kicsit bonyolultabb, amikor nem az összeset mutatjuk meg, hanem így eldöntjük, hogy mit akarunk megmutatni. Itt megint generálunk ilyen omega blinding faktorokat, de itt lehet látni azt, hogy omega 2-től kezdjük a számítást, tehát ez azt jelenti, hogy az x1, tehát az első attribútumokat nyilvánosságra akarjuk hozni, úgyhogy nem kell annyi blinding faktort, omegát generálnunk. Úgyhogy ezt az A-t, ezt csak azokra az attribútumokra számoljuk ki, amiket el akarunk blindolni. Itt az F ilyen hozzájön, még kár volt belerakni, de igazából ilyen plusz paraméterek, hogy milyen kontextus, ki a küldő, ki a fogadó, meg ilyesmi, hogy replay attack-ek ellen lehessen védekezni jobban. És akkor megint eljátszuk ugyanazt, mint az előbb. C, illetve hát a második attribútumtól kezdve omega 2-vel összeadjuk, összeszorozzuk C-vel, hozzáadjuk ezt az omega 2-t, és akkor így végigmegyünk. És nyilvánosságra hozzuk. Amikor elküldjük az attribútumokat, akkor itt az attribútumot clear textben nyilvánosságra hozzuk. És az elblindolt attribútumokat pedig nem. És így egy attribútumot megmutatunk, ebben az esetben Y. Miért Y egyet irakat? De hülye vagyok, az X1. Na mindegy, ezt itt összekevertem, tehát az Y1 ugye a CA-nak a titka, az X1 a usernetet. Na mindegy, tök jó hibákat találok így. Jobb, hogy ezeket így csinálják, tehát, hogy elérjék azt, hogy az ember, a hallgató elmegy az adást, ott elmegy az igazságot, és a PPT-t meg félrevezető, tehát aki csak ott hamarad és letölt a PPT-t, az halljátok! Jobb, hogy ezeket így csinálják. Szóval itt ebben az esetben akkor nyilvánosságra hozunk egy attribútumot, a többiet elblindoljuk, és a verifier abból az egyszerű számításból ki tudja deríteni, hogy igen, ez az attribútum, amit a CA anno azt mondta, hogy igen, ez okés. Úgyhogy ez egy ilyen, ebben már nyilvánosságra tudunk hozni egy-egy, vagy akár több attribútumot is, azt nyilván meg lehet csinálni akár többre is. Ami az érdekes ebben az egészben,
hogy ezt a soha nem fogja tudni a verifier, hogy a teljes credential-et bemutatva, mert ugye ott van mindig az az alfa 1, amit soha nem hozunk nyilvánosságra, és ez mindig meghallja egy ilyen bizonytalan társági tényezőt, ami miatt nem tudhatod, hogy hány attribútum az, ami még nincs disclose-olva. Aztán lehet vele, mint említettem, viccesebb dolgokat is csinálni. Ilyen lineáris algebrai egyenleteket föl lehet írni az attribútumokra, és ezeket még enddel is össze lehet kötni. Ebben nem mentem bele egyáltalán, és ez a legkeményebb, ahol notokat és endeket és lineáris egyenleteket, tehát itt gyakorlatilag azt akarod bebizonyítani, hogy az x1-ed plusz 3x2 plusz 5x3 egyenlő 7 moduló q. És valami mást még. És így össze tudod chainelni az attribútumaidat elég komplex ilyen algebrai és boolean kifejezésekké. És akkor ebből ilyenek jönnek ki. Az előző példát végigszámoltam, és tényleg kijön. Tehát így tényleg csodálatos. Óriási élmény. De így ez rendkívül ijesztő így első ránézésre. De egyébként rendkívül izgató is, hogyha egyszer az ember nekiáll. Én ebben csak ilyen hobbi szinten nem implementáltam ezt a dolgot. Úgyhogy azt hiszem ennyi elég a tavalyi évben matekból. És hogy milyen implementációk vannak, tehát a Chaum-féle blind szignatúrákra, tehát ezek a vak szignatúrák, ahol például alá tudunk írni egy publikus kulcsot úgy, hogy nem tudjuk, hogy mit írunk alá. Ez a Ben Lorry-nak a Lucre-jában van benne, az Open Transactions az ilyen, nem is tudom, ilyen Java-ban írt, Bitcoin-nál sokkal inkább pénzügyi dolgokra kihelyezett platform, tehát így inkább hiszek ebben, mint a Bitcoin-ban, de ebben sem nagyon, Franz tudja. A Credlib, azt én fogtam egy embertől, aki ezt leimplementálta egy kb. 10 évvel ezelőtt, és felraktam GitHub-ra, és kicsit írtam bele dolgokat. Tehát olyanokat, hogy le lehessen menteni kulcsokat, meg mindenféle paramétereket, és vissza lehessen tölteni, de ilyen perszisztenciát. Igaz, a GPLv3 a licenze, csak azonossági bizonyítások vannak benne, nincs benne revocation, vagy visszavonás, ugye azt mondtam, és csak az első fajta issuing protokoll van implementálva benne, tehát ahol az összes attribútumot nyilvánosságra hozod a CA számára, a második a blinded issuing nincs implementálva. De ez csak időkérdés igazából, mert annyira nem nehéz. A másik, ez a Microsoftnak a megoldása, ez Uproof névre hallgat, ugye ez a Stefan Brandt féle cucc, amit aztán megvettek és fejlesztettek, és egyébként nagyon aktívan teszik ezt. Az Apache 2 licenz alatt fut, C-sharpba van írva, aki ezt használja, az bátran használhatja, egyébként rendkívül szomorú a C-sharp. Következő ugye az az IBM-es cucli, ez az IDEMX. Ide raktam ezt a linket, hogy aki majd egyszer valahogy kattint erre, ha erre lehet, ugye videón keresztül. Ez szörnyű az a licenc, tehát hogyha akartok ijesztő licenc látni olyan cuccról, amit nagyon akartok használni, de soha nem mertek hozzányúlni a licenc, mert ez lesz az. És az ABC for Trust, ugye ez az FP7-es projekt, ők tök szimpatikusak, ők gyakorlatilag fogták, és az IDEMX és a Uproof köré hegesztettek egy ilyen egységes absztrakciós interfészt, hogy aki akar, az IDEMX-el vagy Uproof-val is megvalósíthatja a saját álmait, vagy nem tudom. És itt utoljára hagytam az IRMA-t, ami azért érdekes, mert ők maguk implementálták GPLv3 licenz alatt smart kártyákra mind az IDEMX, tehát mind a Kamenis-féle, mind a Brands-féle protokollokat maguktól, és semmiféle szabadalmi vagy egyéb ilyen, tehát így mindenre nagy évben tesznek, és hogyha, tehát ők neki könnyű, mert akadémikusok, és nem azért, tehát így ő utánuk senki nem fog menni, de aki IRMA-val mondjuk
komolyabb dolgokat akar csinálni, az számíthat arra, hogy szabadalmi licenszdíjakat fog fizetni az IBM és a Microsoft felé. Tessék? Európában nincs ilyen szoftvert, vagy pedig ezekre vonatkozik ezek a dolgok? Ezek, hát hogyha te magad meg akarod ezt én szerintem, hát hogyha Európán belül, hát ez egy teljesen másik, tehát és egy nagyon szomorú, és tehát ez a EPO, ez a European Patent Office, és ez, tehát az sajnos van, csak még nincs enforcolva, de dolgoznak rajta, hogy enforcolhatsák is. Ez nagyon szomorú, úgyhogy az Irma rendkívül szimpatikus, mert ők szarnak az egész szabadalmi dologra, GPLV 3 alatt hozzák nyilvánosságra, mindenkit biztatnak, hogy használja, jó kis csapda. De ami a legjobb a dologban, hogy egy áttéten keresztül ismerem az egyik embert, aki dolgozik az Irmán, és dolgozok rajta, hogy őt elhozzuk a valamelyik következő kriptonájtra, hogy a Kamenis féle protokollt azt ilyen behatóbban ismertesse számunkra, úgyhogy innen is üzenem, hogyha látod, készülj. Úgyhogy ezek az implementációk, hogy látszik, hogy azért van, igaz, hogy általában a vendor fajta, de az ilyen korábbi dolgok azok elérhetőek. Támadások. Ja, ez a diszkrét logaritmus, ez most volt tegnap előtt, ugye? A elliptikus görbéknél, hogyha ilyen... Nem olvastam még el, úgyhogy csak beleraktam. De hát izé... Nem tudom, hogy ez az vagy nem, de most volt egy ilyen, hogy a bináris... Igen. Az csak binary volt? Binary. Oké, okay, nem néztem. Oké, okay, odáig még nem jutottam el. De egyébként, ja, ez lesz az. A másik, ez a Tracing Attacks on U-Prove Revocation Mechanism, ez is a héten jelent meg. Ez a U-Prove-nak a kiterjesztése, tehát ugye a Brands-ban nincsen revocation protokoll, ők nem a Brands, hanem a Microsoft Research-nél userek hozzáhegesztettek valami revocation protokollt. Hát így nem érdemes használni. És az Irmánál, ugye ez tisztán smart kártya alapú, honnan a francból tudod, hogy aki a verifier milyen attribútumokat requestel tőled, amiket aztán a kártyát neki odaad simán. Igen, tehát amikor azt akarod mondani, hogy csak 18 éves elmúltam, honnan tudod, hogy a smart kártyádról mit olvas ki, és milyen attribútumokat requestel a cuccli. Tehát, hogy a smart kártyának van egy ilyen limitációja, hogy nehéz ez. Tehát valószínűleg minden másnak is egyébként, mert hogy mit jelez a kijelző, és tehát, az már egy kompromitált eszköz, ami rosszat jelez neked, de egy smart kártyánál nem kell kompromitálni az, hogy azért lekérdezi olyan attribútumokat, ami... És a smart kártyának van mondjuk néhány ilyen touch kivezetése, amit rövidre zársz az ujjaddal, és akkor lefogod, hogy úgy tolod, hogy le van fogva, hogy csak életkor is. Betolod, és akkor csak azt gyerek. Nem, elég sok attribútum. Egyébként, ja igen, amit elfelejtettem mondani, hogy egy attribútum számra, tehát a Credlib implementációmban 65 000 attribútumot lehet tárolni most. Tehát ez így nem egy-kettőről beszélünk, hanem elég vicces dolgokat lehet vele csinálni, már most is. Gyakorlati életben valójában a felhasználónak nem fogsz olyan sok felhasználó szempontjából attribútumot generálni. Nem, de például képzeld el azt, ami nekem volt a use case-em, hogy én időintervallumokat generálok egy hónapra előre, 15 másodperceseket. És mindegyik egy külön attribútum. Hogy ebben a 15 másodperces intervallum van egy ilyen attribútumot, hogy ez az intervallum a tied. És utána jössz valahova, és akarod igazolni, hogy van érvényes intervallumod ebben az időpontban. És akkor így a pár ezer ilyen attribútum az sokat segít. Hát végre valami, amire az okos órát fel tudjuk hozni, mint értelmes use case, hogy van egy nem kompromittált jelző, és felállom egy kérdés. De ez nem elég trendy. Ja, linkek, itt az írmás userek tartottak egy előadást, az nagyon, hát ilyen felületes populista, de érdekes, mindenképpen javaslom. És ebben be is fejezem a hivatalos előadást, és ha kívánjátok, előveszem a papereket, és belelapozhatunk a mélyébe. De akár kérdezhettek is. Elég, ha felteszem?
mit? Nekem van. Ja, egyébként ott van, hogyha azt majd kikapcsoljuk, akkor mondok még mást is. Ja, tehát így a papereket mind meg lesznek osztva, és olyanok is, amik egyébként, mit tudom én, nem biztos, hogy hozzáférhetőek. Tehát minden, ami a témában releváns. Tehát én ezt egy, tehát azért tartom ezt rendkívül érdekes témának egyébként, mert rendkívül izgalmasnak tartom azt, hogy ezek a gyakorlatilag a középiskolai algebrai műveletekkel tök vicces dolgokat lehet csinálni. Tehát ez a secret key credential-ek, a Kamenésben van egy olyan circular encryption, ami azt valósítja meg, hogyha például double spending-elsz, akkor dekódolni tudják az összes credential-edbe azt az egy darab főtitkodat, ami az anonimitásodat semmisíti meg. És hasonló ilyen, olyan nagyon gyönyörű dolgok vannak itt, és nagyon egyszerű középiskolai matekkal. Tehát az egyetlen ijesztő az, hogy a számok ilyen baszott nagyok. Mutatok is egyet. Így. Ez egy futásnak az outputja. Kicsik a számok, nem biztos, hogy látszik. Tehát ezek DSA paraméterek, mert a digital signingot valahogy meg kell csinálni, úgyhogy ezt ebben az esetben DSA-val van. De itt lehet látni, itt az Y, a G0, Y1, G1, Y2, G2, tehát ugye a CA-nak a titkos és a publikus komponensei. Itt láthatunk egy attribútum assertion, tehát itt az van, X1 az, hogy mail. X2 az, hogy 30-tól 35, X1 pedig az, hogy british. És akkor itt szépen végigmegyünk, és akkor itt lehet látni azt, hogy alfa 2, alfa 3, és végig, tehát az összes, amit egyenletbe le volt írva, itt vannak a számok, ezek, ez egy 1024 bites biztonsági szint mellett számított és outputolt. Tehát ez egy teszt, nem éles rendszer. De tehát itt az éles, tehát ez a credlibnek az implementáció, amit ugye forkoltam, és az ilyeneket outputol neked, hogyha nagyon ügyesen bánsz vele. Minusz V paraméter. Unalmas kérdés lehet? Nem. Nincs olyan, mondd. Ja, hogyha veszel egy ilyen mondjuk 60 ezer attribútumos valamit, akkor mennyi idő egy tizedéses? Ha valaki odafordul, hogy 18 éves elmúlt el, mikor lehet egy csomó, attól függ, hogy melyiket csinálod, tehát hogy a melyik... lehet egy csomó prekomputáció, és a... visszamegyek, itt lehet jól látni. Tehát, hogy ez igazából egy szorzás, meg egy hatványozás. Tehát, hogy a végén egy számot kapsz, és azt így azért prekomputálható. És van egy csomó másik érték is, és egy csomó minden, ami prekomputálható. Egyébként tök jogos a kérdésed, a credlib implementációm az OpenSSL-lel van implementálva, és van benne egy paraméter, hogy hányszor akarod lefuttatni, hogy timing értékeket kapjál ki belőle. De ez egy nem realisztikus mérés, azért ezt fűzzük hozzá, mert ez egy processzen belül történik, nincsenek kommunikációk, ugye mivel interaktív protokollokról beszélünk sajnos, ezért tehát így ez mind egy processzen, tehát ez egy nagyon szintetikus teszt, ami csak arra jó, hogy kiderítsd. Ez egy praktikus. Abszolút. Olyan szinten, hogy én az a tervem, hogy elliptikus görbékkel implementálom ARM Cortex M3 platformra. Mi vársz tőle? Milyen gyors lesz? Azonnal sem. Nem várok. Tehát nekem az jó, hogyha egy-két másodperces egy assertion. Nem várok nagy sebességet, de nem is hiszem, hogy az nagyon lassú lesz rendszerre. Tehát integer big num műveleteket, szerintem azért ezt még egy ilyen 120 MHz-en azért el lehet végezni ezeket mind, ezek nem olyan... Nem tartom olyan vészesnek, de azért tudósítok, mihet van implementációm, illetve hát a szintetikus teszteket te is ki tudod próbálni. Az implementáció az jó. Tehát az kijönnek az eredmények. Amit vársz. Ja, úgyhogy...
nem tudom... A CIA-nak a publikus kulcs az mindenkinek megvan? Tehát, hogy... Igen, tehát vannak bizonyos rendszerparaméterek, mint például, hogy milyen hash-t használtok, milyen szignatúra algoritmust használtok, a szignatúra algoritmusnak milyen, milyen paraméter, ugye DSA paraméterek lehetett itt látni, meg ilyesmi, ezeket nyilván mindenkinek rendelkezésre kell bocsátani előtte, tehát vannak ilyen, ez minden kriptoprotokollnál így van igazából, tehát ez nem különleges. Én ezt a legnagyobb szeretettel ajánlom mindenkinek, egy ilyet számoljon végig, akkora élmény. Köszönöm, ha nincs több kérdés.